Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt országgyűlés! Maga a törvényjavaslat, a szerzőjogi törvényt módosító indítvány persze támogatható, hiszen jó rész technikai jellegű javaslat, viszont a módosító javaslat, ami itt van előttünk, az nem szól egyébről, az összegző módosító, mint hogy amennyiben a jogosult vagy a jogosult tartózkodási helye ismeretlen, és ezért ki nem fizethetőnek minősül a jogdíjbevétel, úgy az a nemzeti kulturális alapba kerül. Na most természetesen az LMP ezt az elmúlt ciklusban is elmondta, komoly problémánk van a közös jogkezelés rendszerével, ami immáron lassan 50 éves Magyarországon. Viszont akkor, amikor van egy így-úgy működő, így-úgy bírálható közös jogkezelői rendszer, vannak közös jogkezelő szervezetek, amik hozzáférhetőek a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának a honlapján is, akkor kérdéses, hogy egyébként mi célt szolgál a ki nem fizethető jogdíjbevételeknek az átirányítása a Nemzeti Kulturális Alaphoz. Az elmúlt években azt láttuk, hogy a Nemzeti Kulturális Alap nem szolgál egyebet, mint hogy egy bizonyos érdekkör, egy bizonyos kulturális irányzat céljaira használja fel a Nemzeti Kulturális Alap forrásait. Ma a Nemzeti Kulturális Alap nem a kulturális sokféleséget, a sokszínűséget szolgálja, hanem egy-egy lobbycsoport vagy egy-egy irányzatnak az érdekeinek megfelelően használja fel ezt a bevételt. Régen nem lehet arról beszélni, hogy a Nemzeti Kulturális Alap forrásainak a felhasználása felett lenne hatékony társadalmi kontroll. És ezen a ponton érdekes az is, amit Mesterházi képviselőtársam elmondott, hogy miközben az igazságügyi tárca indítványára 2010-ben, egészségre, igazságügyi tárca indítványára 2010-ben törvény született a jogalkotásban való társadalmi részvételről, azt mégis hogy gondolja az igazságügyi tárca, hogy az ő előterjesztésébe ide jön egy olyan javaslat, amely konkrétan érint adott területen működő különböző szervezeteket, és nem tudjuk, hogy az érintett szervezetek egyébként magáról az indítványról, illetve konkrétan az összegző módosító javaslatról mit gondolnak. Nem arról van szó, hogy a szervezetek véleménye alapján kell jogot alkotni, de arról igen, és erről szólt a jogalkotási törvénynek az indokolása, ez a jogpolitikai célja 2010 őszéről, hogy úgy döntsön a parlament, hogy az érintett szervezetek az érintett polgároknak a véleményét tudja. Ráadásul azért is aggályos, hogy a ki nem fizethetőnek minősülő jogdíjbevételek az NK-hoz kerülnek, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy ez akkor is aggályos lenne, ha egyébként az NK a tevékenységével maradéktalanul elégedett lenne az ember, hiszen dogmatikailag is nonsens, hogy a közös jogkezelő szervezeteknek vannak szociális feladatai, művészek támogatása. Alapvetően a jogdíj bevételek ott összpontosulnak a közös jogkezelő szervezetnél. Akkor ugyan miféle dogmatikai logika vezethet oda, hogy ezek a ki nem fizethető jogdíj bevételek átkerülnek a Nemzeti Kulturális Alaphoz? Tehát rendszertanilag is értelmetlen a megoldás, ráadásul a cél mégiscsak az lenne, hogyha a szerző vagy a szerző tartózkodási helyének az ismeretlensége miatt nem kifizethető egy olyan jogdíjbevétel, amit egyébként a közös jogkezelő szervezetnek, a szerzőnek vagy a szerző örököseinek kéne elutalnia, akkor ez a bevétel maradjon a közös jogkezelő szervezetnél, legyen, gazdagítsa a közös jogkezelő szervezet vagyonát azzal, hogy a közös jogkezelő szervezet az így keletkező bevételt csak meghatározott, adott esetben meghatározott szociális célokra fordíthatja. Egy ilyen megoldást az LMP támogatna, hiszen egyébként is eléggé elszomorító látvány azt látni, hogy hány szerző, művész él ma nyomorúságos körülmények között Magyarországon. Igen, minden így keletkező plusz bevételt annak a célnak kéne szentelni, hogy ezek a közös jogkezelő szervezetek az egyébként szégyenletes körülmények között élő művészek életkörülményein, alkotó körülményein próbáljanak megjavítani. Ehhez képest bekerül abba a nagy közösbe, ami eléggé egyirányú módon próbál meg kultúrát támogatni. Jól lehet, az ilyen típusú bevételeknek
a jogpolitikai, dogmatikai célja is egészen más lenne. Éppen ezért az összegző módosító javaslatot nem fogjuk tudni támogatni. Köszönöm szépen!